Javam a traktátus 121-es lapja következik, és a 120-as lap végén tartunk. Arról volt szó, hogy ha valakinek elvágták a nyakát, akkor az már bizonyára nem maradhat életben. És ezért, ha csak annyit láttak a tanuk, hogy a nyakát elvágták, és a nyakán a nyelőcsövének és a légzőcsövének a nagyobbik része át lett vágva, akkor már tanúskodhatnak, és elfogadjuk a tanúvallomásukat arról, hogy a férj meghal. Látszólag ez szembe megy a Talmud egy másik megállapotásával. Ellame áta a gőlel jadaj a lamtánya sohát snájmerő és snájmeréze indegai, ha ez tényleg így van, az illető valóban bizonyára meg fog halni ezáltal a sérülés által, akkor ez már egy gyilkosságnak számít, és ugye a nem szándékosan elkötött gyilkos az az Arém Miklat, tehát a menedék városba kell, hogy meneküljön. De csak akkor, hogyha a gyilkosság valóban gyilkosság, és ezzel szemben azt látjuk, hogy ez az eset, ez nem tekinthető gyilkosságnak a Talmud egy másik eset meghatározása szerint. Miért nem tekinthető gyilkosságnak? Feltételezzük, hogy azért, mert nem biztos, hogy valaki meghal, hogyha át lett vágva a torka. Ez ugye szembe megy azzal, amit az előbb mondtunk, hogyha valaki látja, hogy valakinek át lett vágva a torka, akkor már tanúskodhatja azt a feleség számára, hogy a férje halott. Ha itt már a laam refe isia, ha is innen sem a ruach bil báltainám, és sem a ihu kirev, miszaszai, azt mondja, erre ráv, másról van szó. Amikor a gyilkosság és a gyilkos az nem szándékosan gyilkoló gyilkos megállapításáról beszélünk, akkor a torok elvágása azért nem számít feltétlenül gyilkosságnak, mert lehet, hogy a gyilkosságot végül is nem ő maga az önszánton kívüli emberről is nem ő maga követi el, mert miután átvágja az illető torkát, az illető vagy azért hal meg, mert a szél odafúj és felgyorsítja a vérzést és a halált, vagy pedig azért hal meg, mert azzal, hogy a halott mozgolódik a halála előtt, ezzel gyorsítja fel a halálát. Májbondájú. Mi a különbség a két vagy-vagy között? De sáhtam a bészed de sájsó parkis. Ugye az, mi a különbség a két magyarázat között? Az egyik lehetséges különbség az az, hogyha az emberülés az egy márvány szobában történik itt az alatt, azt értem, hogy nincsen szél. Tehát a szél nem okozhatta azt, hogy a halála felgyorsuljon, ugyanakkor viszont mozog a az illető, de hát az, hogy a mozgásával közel hozza a halálát, az igenis illik az esetére. Így nem ide sáhtébe barra, lőjpárkész, másik lehetőség, hogy kint a szabadban történik az emberölés, az illető nem mozog, de van szél. Akkor a másik magyarázat az, ami érvényességet nyer. Bárhogy is legyen, itt ugye az nem azért van fölmentve az illető, ezek szerint a menedékvárosba menetel alól, mert nem biztos, hogy az illető meg fog halni, mert az egész biztos, hanem azért, mert nem biztos, hogy ő az, aki végsősorban a halál bekövetkeztét okozza. Tehát így aztán nincs ellentmondás a kettő között. Oké, visszatérünk a misnának a végéhez, a misna azt mondta, hogy három napon át lehet azonosítani a halottat a halál után.
több mint három nappal később, a halál után már nem lehet azonosítani. De Yehuda ben Baba azt mondja, hogy ez ilyen szabály nincs, mert különböző emberek különböző módon, a holttestük különböző módon viselkedik a halál után, különböző helyek, különböző időjárási körülmények vannak, tehát nem lehet egy ilyen általános szabályt meghatározni. Most ugye a Tanakáma, a Misna első véleménye, tulajdonképpen két dolgot is mondott. Az egyik az az, hogy három nap után nem lehet azonosítani a halottat, a másik az volt, hogy három nap előtt lehet azonosítani a halottat. A kérdés az, hogy amikor a Yehuda ben Baba vitatkozott ezzel az állásponttal, akkor ő melyikkel vitatkozott? Azzal, hogy három nap után nem lehet, és ő ezzel vitatkozott, azt mondta, hogy igenis lehet, tehát ilyen értemben, de Yehuda ben Baba egy könnyelműbb, megengedőbb álláspontot fogalmaz meg, mint a Tanakáma, vagy fordítva, a Yehuda ben Baba azzal vitatkozik, hogy három napon belül lehet azonosítani a halottat. És akkor viszont az azt jelenti, hogy a Yehuda ben Baba egy a Tanakámánál szigorúbb álláspontot fogalmaz meg. Egy baja lejú, Rabbi Yehuda ben Baba lekula palig, vagy a humra palig. Rabbi Yehuda ben Baba a megengedés irányában vitatkozik Tanakámával, vagy a szigorítás irányában. Tasmá, de hú gábra de tavabe kármi, beszikú, ha abbé hegye de baszart laszi amin. A következő történt. Volt egy férfi, aki Kármi városában elsüllyedt a vízben, megfulladt, az kóbéje egyele baszott lesz, amin, és a teste a folyóparton, vagy tengerparton ki lett vetve a víz által a partra, és mindez ugye több mint három nappal a halála után történt. De Anszabér a Dimimin Hardal, és a Dimin Hardából az alapján, a azonosítás alapján, ami ezek után történt, kiházasította az özvegyét. Veszú, a hú gávra, de itt babe Diglász, egy másik eset is történt, amikor Diglászban halt meg valaki, elfulladt az Eufrates folyóban. Veszú, a gisse, de sabtisztana, és a sabisztana városánál a hídnál jött fel a teste a vízből. Van Szavé Ravelet Veszú, a Pumadesú Svinu, és Ravel kiházasította az özvegyét, le Baszer Hamise Yamin, öt nappal a halála után. Ilya Márta Bisléma, a Kulapani. Most ugye ezek a történetek mind bizonyítanak, hogy a Yehuda ben Baba vitája nem a szigorítás, hanem a megengedés irányába ment. Mert hogyha valóban a megengedés irányába vitatkozott, akkor értető, hogy Rava, Rav Dimi, kinek az álláspontja alapján engedték meg, amit megengedtek. De Avint kerem Yehuda ben Baba. Mert ugye akkor ezek alapján mondhatjuk azt, hogy azért pászkanoltak így, mert Yehuda ben Baba álláspontját követték. Ele ija márta le humre palig, inhu David kemán. Ha viszont azt mondjuk, hogy a Yehuda ben Baba a szigorítás szempontjából mondta, amit mondod, akkor ezek kinek a véleménye alapján engedték meg, amit megengedtek? Ugye? Azt mondja, Talmud sájni mája, de camszi. Azt mondja, Talmud, a víz általi halál az eltér, az más. Miért? Mert a vízben a holttest hosszabb ideig megtartja az arc, az illető arca hosszabb ideig megtartja a formáját. És azért elképzelhető, hogy a Yehuda ben Baba valójában általában a szigorítás irányába mondta, amit mondott, és úgy értette, hogy nem feltétlenül lehet három napon belül sem azonosítani a halottat. A víz általi halálra viszont ez egész nem vonatkozik, mert ott a
halott jobban rezerválva van. De ha Márta Májom Márzumáka, szerintem, de hát hogyan mondhatod ezt? Korábban épp, hogy azt mondtuk, hogy a víz az kimossa a sebet, és felgyorsítja a halált, és elbomlasztja a testet. Hiszen Talmud Hánem Millé, de Ika Máka, Abel Héha, de Léka Máka, Micmus Camis, mindez hol igaz, milyen esetben igaz, hogyha van egy seb, egy nyílt seb, akkor valóban a test hamar elbomlik. Ha nincs egy nyílt seb, hanem az illető csak megfulladt, akkor viszont a víz, mivel hideg, ezért prezerválja a holttestet hosszabb ideig. Áni Millédebei Aszkej, ha Zajbe Sájtában, így is Tahi, Mitfach, Tafach, és ez is csak akkor van így, hogyha ahogy kivetette magából a víz a holttestet, történik az azonosítás. Később, ha várunk akár egy kis időt is, akkor a holttest fel fog puffadni, és onnantól fogva már nem lehet azonosítani a vízbe fulladtnak a holttestét. A következő misna arról szól, hogy ha valaki belefullad a vízbe, de nem vagyunk benne biztosak, hogy meghalt, hogy belefullad, csak azt látjuk, hogy beleesett a vízbe, és nem jött föl, akkor ha az a víz egy olyan víz, aminek látható a vége, tehát teljesen körbe látom a vízpartját, és látom, hogy az illető nem jött föl, akkor biztos lehetek benne, hogy az illető halott. De hogyha nem látom a vízpart végét, tehát például egy tengerről van szó, akkor nem lehetek benne biztos, hogy az illető meghalt, lehet, hogy nem látom, hogy hol jött föl a vízből, és valójában följött a vízből, és nem halt meg. Azt mondja a misna, nafal a máim, bénysin és lemszői, bénysin én lemszői, Isten szura. Rabbi Meir szerint, aki itt a misna első véleménye, ez nincs így, szerintem mindegy, hogy a víznek látom a végét, vagy nem látom a végét. Ha belefulladt a vízbe, beleesett a vízbe, nem engedhetem meg, hogy a felesége megházasodjon csupán az alapján, mert beleesett a vízbe, és nem látom, hogy följött, mert még lehet, hogy valahol másút feljön a vízbe. Amire Rabbi Meir, Májsz Berchus, Nafalebbe, hogy Gadoval, Láhásló és Jamim, és Rabbi Meir így is tanította, hogy történt, egy precedense is volt, történt egyszer, hogy valaki egy nagy gödör vízbe beleesett, de ez ugye olyan víz, aminek látom a végét, és mégis három nappal később följött a víz alól, és túlélte. Tehát lehet ebből látni, hogy nem lehetünk benne biztosak, még akkor sem, hogyha máim se éslem szép, ha olyan vízzel van dolgunk, aminek látjuk a végét, nem lehetünk benne biztosak, hogy az illető valóban meghalt. Amre bi jeszi, májszi, bi szumis, jarad litfölbe, ma arra bi jarad möskhoj ahra, sohu kedés tétszé návsom, mi szívesznes őszeje? Azt mondta Rabbi Jaiszi, én nem értek ezzel egyet. Szerintem olyan vízemnek látom a végét, és az illető nem jött föl. Olyan víz esetén egész bizonyos, hogy az illető meghalt, és ki is lehet házasítani a feleségét. És így is történt, mondja Rabbi Jaiszi, hogy volt egyszer valaki, egy vak ember, aki beleesett egy vízbe, beleesett nem is beleesett, hanem lement megfürdeni egy barlangban, ami víz volt, és a vezetője is utána ment, és ott a vízben voltak annyi idő alatt valaki már megfullad, és nem láttuk a holttestüket, de ez alapján már a rabbik megengedték, hogy a feleségeik, az özvegyeik újra házasodjanak, mert mivel egy olyan vízről van szó, amiben májusi és lemcajv, amiben a víznek a partjait látjuk, tehát látjuk azt, hogy biztosak lehetünk benne, hogy nem jöttek föl a vízből, ezért halottnak lehet őket nyilvánítani. Shuv ma'ase ba'asya ve'echot she'shiluhu le'yom ve'lo'yolsa ve'yadam ele ragloy amr chachamin erkuv le'mayla tinase erkuv le'mata lo'y tinase. És történt Asziában, hogy valakit bedobtak a vízbe, és egy kötéllel, és amikor felhúzták a kötelet, akkor csak az egyik lába volt a kötélen, és a rabbik azt mondták, hogy ha
a láb a tértől lefelé van, akkor még nem lehet kiházasítani a nőt. Ha a tértől fölfelé, akkor ki lehet. Mert önmagában, hogy a vízből nem jött föl, az ebben az esetben nem egy megengedő tényező, mert ez máim se én lahem szóif. Ez olyan víz volt, aminek nincs vége, tehát lehet, hogy másod följött. Egyedül a sérülés foka az, ami meghatározó itt, és hogyha azért a tértől fölfelé, tehát levágva a lába, akkor az már biztos, hogy nem fogja túlélni ezt a sérülést. Különösen nem a vízben, ahogy ezt különben egy pár napja már ennek kapcsán tanultuk. Jó, idáig tartott a misna, most a Talmud tovább részletezi ezt a kérdést, hogy máim se én lehem szaif, máim se jés lehem szaif. Tanrabban a nafal máim bén se jés lehem szaif, bén se én lehem szaif, Isten szura divrev mér. Brájtában ugyanazt látjuk, mint a misnában, hogy miért azt mondja, hogy ha valaki beleesett a vízbe, akkor mindegy, hogy a víznek látjuk a végét, vagy nem látjuk a végét, a felesége nem házasodhat, mert lehet, hogy később följön valahol mások a vízből. Veha hamunnaim rim, a bölcsök ezzel nem értenek egyet. Máim se jés lehem szaif, Isten muter esz, máim se én lehem szaif, Isten szura. Olyan esetben mondják a rabik, ahol a víznek látjuk a végét, ott a felesége házasodhat, az özvegye házasodhat az illetőt, halottnak nyilvánítjuk. Én olyan esetben, amikor nem látjuk a végét, akkor nem tudjuk halottnak nyilvánítani. Éhi, dami máim se és nem szöjf, amire báje kol se öjméd, vagyolje ma árbrúha iszöf. Kérdezi a Talmud, mi számít olyan víznek, aminek látom a végét? Azt mondta, rá báje, olyan víz, aminek a négy partját mind a négy oldalról be lehet látni, és azért, hogyha nem jött föl az illető a vízből, akkor biztos lehetek benne, hogy valóban belefulladt a vízbe. A hú gábra de tavaba ágma de szamki, amikor ezzel kapcsolatban kapcsolatos történetek, történt egyszer, hogy valaki szamki tovább belefulladt, Ansberav Sila Ledvisau, és Rav Sila kiházasította a feleségét. Amellér ez alapján, a történet alapján, eset alapján. Amellér Rav le Shmuel Tan Shamsei, erre azt mondta Rav Shmuelnak, hát szerintem ki kéne átkozni, ki kéne közösíteni Rav Silát, mert megengedte, hogy az özvegy újraházasodjon, annak ellenére, hogy ez a tó, ez egy olyan tó, ami a máim se én lehem szóif, egy vég nélküli víznek a kategóriájába esik, ahol ugye azt tanultuk, hogy mindenki egyetért, hogy nem lehet halottá nyilvánítani azt, aki beleesik. Amr lej, nislach lej berejse, azt mondta erre neki Shmuel, Rávnak várjunk csak az először, nézzünk jobban utána, hogy hogyan is történt az eset, kérdezzük meg tőle, hogy miért így pászkenal. Salcholei, erre elküldték Rav Silának a következő kérdést. Máim se én lehem szaif, Isten szurai muteresz? Ha egy olyan vízbe esik valakinek a férje, aminek nem látom a végét, az alapján halottá lehet nyilvánítani, és ki lehet házasítani a feleséget, vagy sem? Salcholei, Isten szura, erre visszaküldött nekik választ Rav Sila, és azt mondta, a felesége tilos, tehát nem lehet halottá nyilvánítani. De ágma de szamki máim se és lem szöjf, máim se én lem szöjf. Jó, akkor a szamki tava az vég nélküli, vagy a végét belátható víznek tekintendő. Salach lejú máim se én lem szöjf. Erre visszaválaszolt neki, ez egy olyan tó, aminek nem lehet látni a végét. Már máj tájmű avidhachi. Akkor viszont mi az oka annak, hogy a rabbi úr így pászkenolt, hogy az illető halottnak nyilvánítható. Azt mondta nekik, Rav Sila, mit adta ina? Valóban, hibát követtem el. Anna szavri kivén, de kavöbe kájmi, ki májmsi és nem szövdami. Én azt hittem, abban tévedtem, hogy azt hittem, hogy mivel ez egy olyan tó, aminek a vize állóvíz, nem pedig folyóvíz, tehát nem egy folyóról van szó, ezért hiába nem látom az összes partját a tónak, ez mégis
egy olyan víznek tekinthetem, aminek látható a vége. Lajhi, de ebben tévedtem, kimendi ika gale, émur gale áspilu. Mi volt a logika? Azt hitte, hogy a májm se élem szóif, az a vízemnek nem látom a végét, az azért lehetséges, hogy valahol kiveti magából az illetőt, mert a folyóról van szó, és a folyó olyan messzire tudja olyan gyorsan vinni, hogy nem is látom, hogy hol vetette ki a partra. És azt hittem, hogy egy tónál ez nincs így. De valójában tévedtem, mert a tónak a hullámai is tudják olyan messzire vinni, hogy ott kivetik a partra, ahol én nem is látom. Tehát tulajdonképpen a Sila elismerte a tévedését. Így aztán kiderült, hogy kicsit korai lett volna, hogy Ráv kiközösítse. Karis Muldere a léde Ráv lőjön cádi kol avön. Erre azt mondta Smuel Rávnak, látod, rólad mondja azt a példabeszédekben, hogy egy igaz embernek Isten nem hagyja, hogy vétket kövessen el, mert ugye milyen nagy vétek lett volna, hogyha mégis kiközösíted Ráv Silát. Karol lé Ráv a léde Smuel vöcsóba, ugye egy Ráv pedig azt mondta Smuelnak, rólad van az írva, hogy a segítség a tanácskozás révén jön. Vagyis jól tettem, hogy veled tanácskoztam, és megkérdeztem a véleményedet, mielőtt elhamarkodottan léptem volna. Tanya, amar ebbi, maiz besnévne odom, mechamrim michmairin, bejárden. Vinnichnos, echod mehem, de mechilosul dagim. Egy brájtában a következőt tanultuk, annak kapcsán, hogy látható, hogyha egy olyan vízbe tűnik el valaki, aminek nincs vége, nem látható a vége, akkor előfordulhat, hogy már nem látjuk följönni a vízből, mégiscsak előkerül az illető egy idő után, és látjuk, hogy életben maradt. Mesélte Rebi. Történt egyszer két emberrel, két halásszal, hogy a halászhálót feszítették ki a vízbe, és az egyikük bement a víz barlangba, ahol halas barlangba, és sok a hámbevelőre a piszkosan mechila. És időközben lement a nap, besötétedett, és ő nem találta a barlang kijáratát. És így egész éjszaka ott maradt. Sok a véröik, de is a tény návsőjt. A társa pedig ott maradt egész éjszaka, hogy láthassa, hogy nem is egész éjszaka, hanem addig, ameddig biztos volt benne, hogy az illető társa megfulladt. Bava, hogy diábeszélyek beiszaj, és hazament, és elmondta otthonában a társának, hogy hát bizony meghalt a halásztársa. De mohos zarcha háma, másnap fölkelt a nap, ikör piszkosel mechila, és az illető még mindig ott volt a barlangban, felismerte a halas barlang kiáratát, ba maca heszped gadob szőrbeisza, és hazajött, és mit látott, hogy nagy siránkozás van, éppen búcsúznak tőle. Amr rebi kamel dőlim divrech a hamim somr, májm se islem szőjf, istém u terez, se én lem szőjf, istel szura, és erre azt mondta Rebi, látjátok, micsoda hatalmas bölcsessége volt a rabbiknak, amikor azt mondták, hogy egy olyan víz, aminek látom a végét, abban, ha eltűnik valaki, akkor halottá lehet nyilvánítani. Egy olyan víz, aminek nem látom a végét, azt ott nem lehet halottá nyilvánítani, mert mint ebben az esetben is, az illető később előkerülhet. Ihachi máim sés lem szöjf, námi lichus lem chilas el dagim. Azt mondja, a Talmud, várunk csak. Ha ez tényleg így van, akkor egy olyan vízben is, aminek látom a végét, esetleg tartanunk kellene attól, hogy van a vízben egy olyan barlang, amit így a víz felszíne fölött nem látok, és ahol elkerülhet az illető, akinek nyoma veszett, és lehet, hogy ott túléli a dolgot, és aztán újra előkerül.
Azt mondja, a Talmud, hogy máim sem is lem szöjf, mert kérdés a gagimra is hicha. Azt mondja, a Talmud egy olyan tónál, egy olyan víznél, aminek látom a partjait, nem gyakori, hogy valahol el legyen rejtve egy ilyen halas barlang, úgyhogy emiatt nem kell, ezt nem kell feltételeznem. Amara vási hadamra, banna máim nem szöjf, istője szura, hanni mili beinis de álma, ával cúvamra, banna loj, Ide szalik, kala iszle. De Vási kiegészítette azt, hogy amit a rabbik mondtak, hogy ha egy olyan vízben tűnt el az illető, aminek nincs vége, ott tartalom kell attól, hogy valahol mégiscsak előkerült, túlélte az illetőknek nyomaveszett. Ez csak normál embereknél kell ettől tartanom, de egy rabbinál, egy tóratudósnál nem kell ettől tartanom, mert ez egy híres ember, és hogyha előkerülne, miután nyoma veszett, annak biztos, hogy híre menne. Lajhi, a Talmud ezt nem fogadja el. Lajhisna inisda álma, lajhisna curvemudra banon, mindegy, hogy ez egy átlagos, átlagember, vagy egy híres, tudós, de avád in, lehat hille laj, inkább akozott, van különbség, hogyha már a nő megházasodott az alapján, hogy a férje egy olyan vízben tűnt el, aminek nincs, nem látni a végét, akkor azt elfogadjuk, nem kell, hogy emiatt most már elváljon, de hogyha még nem házasodott meg, akkor nem engedjük, hogy megházasodjon, mert tartunk tőle, hogy valahol mégiscsak elő fog kerülni majd egyszer a férje. Tanya, amara ben Gamliel, pámachasza iszi melechbe szfinna, vera iszi szfinna, áhási nisbara. Mesélte Rabbi Gamliel ennek kapcsán, hogy valaki eltűnt egy olyan vízben, aminek nem volt látható a vége. Mesélte Rabbi Gamliel, egyszer hajóztam, és láttam egy másik hajót, ami éppen süllyedt. Vagy iszi mit sztáráltam, mit halkamsiba, és nagyon fájlaltam egy rabbi társamat, aki azon a hajón volt, és biztos voltam benne, hogy az illető meghalt. Umanu, Rabbi Akiva, és ki volt az a rabbi társam? Nem más, mint Rabbi Akiva. És a Liszibia vasabb, Bavi, Jasabb, Danni, Fanai, Báldaha. Majd amikor partra szálltam, akkor egyszer csak láttam, hogy jön, és valamilyen halachikus kérdésben éppen tanít, vagy magyaráz. Teljesen meg voltam döbbenve, és Mártiloj, Bnim, Mihelaha, azt kérdeztem tőle, fiam, hogy menekültél meg a tengerből? Amar li, dávsel szfinna, nisz dameni, kol gál, de gál, se bollaj, na nészili rajsi. Azt mondta nekem, a törött hajónak egy darabja került a kezem közé, azt megfogtam, és azon úsztam, és mindig, amikor jött egy nagy hullám, akkor lehajtottam a fejemet, amíg a hullám el nem ment. Kánamruha hamim jövajra saim al adom jena nea lahen röjse. Innen egy allegóriát tanítottak a mesterek, és azt mondták, hogy ha az élet hullámai jönnek, hogyha a gonosz emberek jönnek és valamit mondanak, az ember csak hajtsa le a fejét, és várja meg, hogy arrébb álljanak, és ne üljön fel a provokációiknak. A Márti bőjsz, és a kamag dőlim divrech, a hamim saunim, májse is nem szép, teresz, májse nem szép a szura, azt mondta Rabbi Gamliel, ebből a történetből is látjuk, milyen bölcsek voltak a rabbik, amikor azt mondták, hogy egy olyan víz, aminek látom a végét, ott megengedett a feleség, hogyha a férje eltűnik benne, de egy olyan víz, aminek nem látom a végét, ott nem megengedett a feleség, mert bármikor előkerülhet a férj valamilyen csodálatos megmenekülés révén. Tánya, és így történt, ugye Rabbi Akivával is. Tánya, egy hasonló történet, amely Rabbi Akiva pámachasza iszi málak beszfina, vagy iszi szfina áhász, sem ötör refezbe, jámba iszi, mint sztájálta, mint hachamseba. Azt mesélte most Rabbi Akiva, aki ugye az előzőben a túlélő szerepében volt. Most ő az, aki a történetet meséli. Azt mondja, egyszer hajóztam, és láttam egy másik hajót a tengeren, amelyik nagyon benne volt a viharban.
Nagyon sajnálkoztam amiatt a rabbi miatt, rabbi társam miatt, aki azon a hajón volt. Ki volt ez a rabbi társam? Rabbi Meir, és a Liszlim Dinász Kopatkia, és amikor Kopatkiában kiszálltam a hajóról, ez valahol a mai Törökországban van, egyszer csak látom, Bave Dami Asán Lefaneba Lacha, látom, hogy Rabbi Meir, ugyanúgy, mint az előző történetben maga Rabbi Akiva, ül és éppen a halakhát tanítja. A Mártilöv Nimi Ihelacha, én megkérdeztem tőle, fiam, ki az, aki a tengerből kimentett téged, a Merli, Galtra, Dani, Lecha Vérő, Lecha Vérő, Lecha Vérő, Acsi, Kanileje Basa. Azt mondta nekem, az egyik hullám a másik hullámra vetett, egészen addig, amíg a hullámok ki nem mostak a partra. A Mártiba is, hogy soha kamak dőlim, divrech a hamim se amru, máim se islem szép, Isten mut eresz, máim se islem szép, Isten szúr erre. Azt mondta, Rabbi Akiva, ebből is látjuk, milyen bölcsek voltak a rabbik, amikor azt mondták, hogy egy víz, aminek látom a végét, abban meg lehet engedni a eltűnik az illető, hogy a felesége újraházasodjon, de egy olyan víz, aminek nem látom a végét, ott nem, mert előfordulhat, hogy az illető férfi, férj megmenekül, csak én nem láttam. Tanrában a nafále gőjvárra jössz, én médén alav. Most más további esetekről fog beszélni a Talmud, amikben nem látom az illető halálát, de feltételezhetem, hogy egy életveszélyes helyzetbe került, és olyan helyzetben, amiből nem tud megmenekülni. Valaki az oroszlán barlangba esett, akkor nem tanúskodhatok arról, hogy meghalt, mert ez önmagában nem jelenti azt, hogy valóban meghalt, még onnan meg tud menekülni. Viszont leha furam leone hasimákra báim, ha viszont egy kígyókkal és skorpiókkal teri, gödörbe esett, akkor még idén alva, akkor tanúskodhatok felőle, hogy meghalt, mert onnan már nem lehet megmenekülni. Ez biztos, hogy megcsípték. Ami hudabem széra, hogy mert áfleh a fülöm lényeg, hasonlók a bájom, én miadé alap, ha is sinan sem, a hikháború. Ami hudabem széra szerint még egy ilyen esetben is lehetséges, az illető megmenekült, és ezért nem lehet tanúskodni afelől, hogy meghalt, csak azért, mert beleesett egy ilyen kígyókkal és skorpiókkal teri gödörbe, könnyen lehet, hogy az illető megmenekült, mert valamilyen varázslói képes, és meg tudja állítani a skorpiókat és a kígyókat. Tamakamo, ágav, itzetsa maszkilei. Mit mond, miért nem tartja ezt számon? A Tanakáma azt mondja, azért, mert mivel ráesik a kígyókra és skorpiókra, és rájuk lép, akkor óhatatlanul meg fogják csípni, és ott már nem segít semmiféle varázslat. Tanurában a nafál lesz, hogy kifsen ész, mi inned a lav, jöjjöm le, jájj, mi sem, mi idén a lav. Egy másik rájtában azt tanultuk, hogy ha valaki beesik egy tüzes kemencébe, akkor biztosak lehetünk benne, hogy meghalt, és lehet tanúvallomást tenni a felesége számára, hogy az illető férj meghalt. Ugyanígy, hogyha beleesett egy nagy, éppen forrásban lévő boros hordóba, vagy olajos hordóba, akkor ugyancsak biztos, hogy megégette magát, és lehet tanúságot tenni arról, hogy meghalt. Mi sumrábi áhá amru, se semem idina lab, mipné, se hú mávér, Rabbi Ácha szerint csak akkor, hogyha egy forró, olajos hordóba esett, mert a maga az olaj, amikor kiömlik, akkor a tüzet még jobban felhevíti, és egy ájném minden, mint néső humechábe. Viszont, hogyha forró, boros hordóba esett, akkor nem biztos, mert a bor, amikor kiömlik, amikor beleesik az illető a hordóba, az lehet, hogy eloltja a tüzet. Amrulaj, trilaszre mechábe, veszély fél, mábére, rabik azt mondták neki, ez nincs így a bornál is, a bor, amikor ráömlik a tűzre, akkor lehet, hogy a kezdetben eloldja a tüzet, de aztán csak még nagyobbá teszi azt, hogy az alkohol. Amarabi Meir, májszben, hogy se nafállapői gadöl,
Ugye a Misnában Rabbi Meir arról beszélt, hogy történt egyszer, hogy valaki egy óriási vizes gödörbe esett, és 3 nap után onnan kihúzták. Ugye miért hozza ezt az esetet Rabbi Meir? Mert Rabbi Meir azon az állásponton van, az ember Rabbi Jaiszival, hogy még abban az esetben is, hogyha Májmsi és Lemszaiv, olyan vízzel van dolgunk, aminek látjuk a végét, mint ez a vizes gödör, előfordulhat, hogy valaki túléli, mert nem láttam, hogy följött volna a víz alól, de előfordulhat, hogy túléli, mint ebben az esetben is, ahol az illető 3 nap után került elő. Tanya amrullai rabbi meire imaszkini majszeniszim. Azt mondták erre neki, ha rabbik, mi nem értünk fel egyet, mert lehet, hogy ez az eset megtörtént, de ez egy csoda eset. Ez nem egy normális eset, és egy csoda esetre nem lehet hivatkozni ahhoz, hogy általános paramétereket állapítsunk meg a halakában. Máj majszeniszim, ím lej madellei achli lej isti, vahag szív, vicumma lájvál, töklövál tisztu. Azt mondja a Talmud, mi volt itt a csoda? Ugye, az egyik lehetséges csoda, hogy 3 napig nem evett és nem ivott az illető. Hogy lehet túlélni 3 napot evés-ivás nélkül? Azt mondja a Talmud, ez nem azért mégsem nagy csoda, hiszen Eszter könyvében azt olvassuk, hogy amikor Eszter Mordechájhoz készül, akkor azt mondja, Ahasvéroshoz készül, akkor azt mondja Mordechájnak, hogy 3 napig nem fog enni, és ti se egyetek és igyatok 3 napon át, hanem így készüljünk, és az örökkévaló felé megtérést gyakoroljunk, mielőtt Ahasvéroshoz megyek. Mindenesetre ott 3 napon át böjtöltek, tehát ezt úgy tűnik, hogy mégiscsak túl lehet élni. Eledelői Nayen, akkor másik csoda, azaz, hogy nem aludt 3 napon át. Nem ebben éjjön, suhasülői esen, és le is jami, málkina iszi visen leállt. Rabbi Jaichanan ítélete is megerősíti ezt, mert Rabbi Jaichanan egyszer azt pászkenolta, hogyha valaki esküdtesz, hogy 3 napon át nem fog aludni, akkor azon nyomban botütést sel kell büntetni a hamis esküért, mert olyan nincs, hogy valaki ne aludjon 3 napon át. Rabbi Meir my time-a. Ha tényleg így van, és akkor itt valóban egy csoda történt ennek az embernek az esetében, akkor Rabbi Meir miért hivatkozik egy csodára? Amrav Kahana, Kipin Algebi, Kipin Havu. Miért? Mert hogyan lehetséges ez tényleg? Hogyan lehetséges az illető nem aludt? Azt mondta erre Rav Kahana, azért, mert a víz alatt ilyen rétegek voltak, amikbe bele tudott kapaszkodni, és egy kicsit tudott rájuk kapaszkodva valamennyit aludni abban a 3 napban. Vele banan, de sejse hábú. A bölcsés szerint ez nem volt lehetséges, mert ezek márványból voltak, és nagyon csúsztak, és azért ebben nem lehetett kapaszkodni. Rabbi Meir, ilyen sedelői miszrik, van olyan purta, Rabbi Meir szerint viszont nyilván nem lehetséges, hogy még akkor is, hogyha ezek márványból voltak, nem lehetséges, hogy ne tudott volna egy kicsit beléjük kapaszkodni, és egy valamennyi keveset szunyókálni. Még egy történet következik, megint csak valakivel, aki beleesett egy vizes gödörbe. Tanulában a Májszabítőselnek hunyakai fel Sikhin, és Naflelebeli Gade, Bóvai Dílrebhaninöben Dajsza. Történt egyszer, hunya a víz tározó ásó val, neki az volt a hivatása, hogy hunyának, hogy ilyen nagy víztározókat ásott a Jeruzsálembe érkező zarándokok számára. Ugye, ilyen nagy tározókat ásott, és akkor ezekbe gyűlt össze az esővíz.
ugye nagyon nagy szakértelme volt abban, hogy hogyan kell, hova kell ásni ezeket a gödröket, és az történt, hogy a lánya beleesett egy ilyen nagy víztározóba. Eljöttek, és a Chaninaben Daisa-nak elmesélték ezt, és kérték, hogy imádkozzon, hogy legyen meg a lány, éjje túl. Sarisai namer lehem, sallaim. És niamer lehem, sallaim, slisi samer lehem, alsza. A Chaninaben Daisa az első órában azt mondta, béke lesz vele, második órában is azt mondta, béke lesz vele, harmadik órában pedig azt mondta, na, most följött a vízből. Amr la, biti ma, alsza. Később kiderült, hogy valóban így is volt. Amr la, biti mi helloch. Erre megkérdezte tőlem, Chaninaben Daisa, mondd lányom, ki volt az, aki kimentett téged a vízből? Amr la, is zahar se le chélim nis damenli. Zakem man higoy. Azt mondta erre a lány, egyszer csak megjelent egy kos, és egy vén ember volt vele, és ők mentettek ki. De a kommentárok azt mondják, hogy ez egy csoda volt, és ez nem más, mint Izsáknak a kosa, az a kos, amelyiket Izsák helyett áldozott föl Ábrahám. És a vén ember, aki a kossal volt, az nem más, mint Ábrahám. Tehát egy csoda történt, és így menekült meg Hanya lánya. Azt kérdezték erre, Amru Loi Naviata, azt kérdezték ettől Rabbi Chaninaben Daisa, tehát honnan tudtad, hogy a harmadik órában hogy megmenekült a lány, csak nem proféta vagy. Amru Loi Naviana Rihi Naviana Rihi, azt mondta neki, én se nem vagyok proféta, se nem vagyok profétának egy fia, el a davas, a cádik mi szászékboj, mi kaselboj, zároly. Csak tudtam, hogy nem lehetséges az, hogy valaki, egy jámbor ember, valamilyen jámbor Istennek tetsző dolgot csinál, és az maga ártalmat okozna neki. Ugye itt Nehunja cselekedette, amivel segítette az zarándokokat, az nyilván Istennek tetsző dolog. Nem lehetséges, hogy a lánya pont egy ilyen dolog révén szenvedjen kárt. És mert biztos voltam benne, ez így van, biztos voltam benne, hogy meg fog menekülni a lánya. Amar Rabbi Abba, Afa Bikeim, Mézbi Naibet Sama, azt mondta el Rabbi Abba, mert látjuk, hogy a végén mégiscsak a fia Nehunjának az szomj halálban halt meg. És ami azt mutatja, hogy úgy tűnik, mégsem voltak az érdemei elegendőek ahhoz, hogy a gyermekei ne szenvedjenek kárt. És nem már szvívav ni szára mi, hogy nem csak az borok, mint ágnekem szvívav ke huta szájra. És ez pedig azért lehetséges, mert az egyik oldalon az örökkévaló védelmezi a hozzá közel állókat, ahogy ezt Rabbi Chaninaben Daisa mondta. A másik oldalról viszont éppen, hogy sokkal szigorúbb a hozzá közel állókkal, ahogy a zsoltárokban mondjuk, hogy és a körülötte nagy vihar van. Vagyis, aki az örökkévalók körült van, az a körül nagy a vihar, és itt a vihar szó nisz ára, az egy színnel van írva, nem számechal, ami a hajszál szót is jelenti. És ezt akkor úgy is lehet értelmezni, hogy aki körülötte van, aki Isten körül van, közel van Istenhez, azzal Isten olyan szigorú, hogy még hajszál szigorú. Tehát szigorú, mint azzal, aki úgymond Istentől távolabb van. Ha már, mert ha el nározba szöjjük a dajsi, rába vagy nőrök hol szvivav, ugyanezt a gondolatot, hogy a cádik, aki Istenhez közel van, annak szigorú megítélésben van része, mint egy átlag embernek, ugyanezt a gondolatot Rabbi Chanina egy másik mondatból következtette a zsoltárokban, a 89-es mondatban. Az örökkévaló dicséretes, a szentek titkai között nagyon, nöjre alkoholszvíva, és félelmetes azok között, akik körülveszik. Vagyis mert a cádikok Istenhez közel vannak, és körülveszik őt, ezért ott az ő számukra Isten még félelmetesebb, mint az átlag emberek számára.
Oké. Következő misnában a fér halálával kapcsolatos tanúvallomás kapcsán fölmerülő különböző engedményekről lesz szó. A filusom, amin a nosim emrös mész is plöindi, dájaj. Azt mondja a misna, hogyha csak hallottuk, hogy az asszonyok pletykálnak, és mondják egyik a másiknak, hogy az XY meghalt, ez már elegendő tanúvallomásként, hogy az illető valóban halott. Rabbi Júda, amin a filusom, amin a tűnői köszönöm, ha ré annó hölgrim diszpéd, vagy ikpöly ez is plöindi. Rabbi Júda szerint még akkor is, hogyha csak azt hallja, hogy a gyerekek mesélik egymásnak, hogy képzel, megyünk most megsiratni és eltemetni XY-t. Ha csak ezt hallotta valaki, az már elegendő a tanúvallomáshoz, hogy elmesélje, hogy az illető halott. Bénsehu miszkáven, bénsehine miszkáven. És mindegy, hogy az illető ezt a tanúvallomást célzottan teszi, vagy csak olyan egy beszélgetés részeként. Tehát mint, hogy azt mondja, hogy eljön a bírósághoz, hogy elmeséli, az illető meghalt, vagy csak egy beszélgetés közben hangot adnak, vagy elmeséli egy olyan mellékszálon, hogy valaki meghalt. Mind a kettő az tanúvallomásnak tekinthető. Rabbi Júda ben Baba Imer, beiszről láfa pisú miszkáven, a baj vétkő, havi maja miszkáven, én idusz, hogy édusz. Rabbi Júda ben Baba azt mondja, hogy ha egy izraelitáról van szó, akkor kifejezetten nem csak akkor fogadjuk el a tanúvallomását, hogyha ezt olyan mellékszálon mondja, hanem akkor is, hogyha kifejezetten célzottan tesz ilyen tanúvallomást. Hogyha egy pogányról van szó, akkor csak akkor fogadjuk el, hogyha ezt olyan mellékszálon mondja. De arról van szó, hogy egy pogánynál amúgy nem fogadnánk el a tanúvallomást. Feltételezzük, hogy könnyebb rávenni arra, hogy hazudjon, vagy hazugságot mondjon egy célzott tanúvallomás esetén, de hogyha ezt olyan mellékszálon egy beszélgetés részében mondja, akkor abból indulunk ki, hogy nem annyira szofisztikált, hogy egy ilyen hazugságot meg így megtervezzen, és ezért feltehetően ott igazat mond. Ha viszont kifejezetten célzottan teszi a tanúvallomást, akkor tartunk tőle, hogy az egy hazugság. Ezt a fogalmat hívják úgy, hogy a sziáhlafi tumaj, olyan tudatlanul elmesél valamit. És annak ebben az esetben nagyobb értéke van, mint hogyha célzottan teszi a tanúvallomást. Ugye idáig tartott a misna, és a misnában szó volt arról, hogyha a gyerekek mesélik egyik a másiknak, hogy tudod, most megyünk eltemetni és meggyászolni XY-t, akkor az már elég ahhoz, hogy tanúvallomásra jogosítson föl az illető halálával kapcsolatban. A Talmud azt kérdezi ennek kapcsán, hogy Dilmölöj Azli, honnan tudjuk, hogy tényleg lesz itt temetés, és oda mennek. Nem lehet, hogy nem mennek oda, és igazából csak azt hitték, hogy itt lesz valami temetés. Hogyan lehet így a gyerekeknek a mondására ilyen szinten hagyatkozni? Amaré Budamos Muel, de Kamri Hareinu Bajim, Nisztpajim, Nikfajas Isplajim, azt mondtam, hogy Judas Muel nevében úgy kell ezt érteni, hogy a gyerekek mesélik, hogy most jöttünk XY temetéséről, ahol megsirattuk. Dilma Kamcobe Almas Hivleu. Vászkileu Alsmei. Azt mondja, a Talmudát lehet, hogy csak valamilyen kisállat halt meg, és annak adtak egy ilyen nevet. Ütöm, azt meséljük, hogy Jákob temetéséről jövünk most. Lehet, hogy ez csak a kiskutyájuknak volt a neve, és arról beszélgetnek, nem pedig egy személyről. De akkor Amri Kein, ve Heine Bonon Havuszam, ve Heine Heinszab Doni Havuszam. Azt mondja, Talmud, igen, de a beszélgetésből kiderül, hogy ez nem lehet így, mert azt is mondják, hogy mesélik, hogy igen, és ezek és azok a rabbik voltak a temetésen, és ezek a rabbik mondtak beszédet, és akkor nyilvánvalóan nem szólhat egy kis állatról. Olyvétke havi maja miszkáven, ugye a misna azt is mondta, hogyha egy pogányról van szó,
akkor hogyha kifejezetten látjuk, hogy tanul valamást akar tenni, akkor azt nem fogadhatjuk el, mert tartunk tökre hazudik, csak akkor fogadjuk el, hogyha ezt olyan by the way, olyan mellékszálon, mert Sziachlefi Tumoly mondta. Amarevi hudamos smolyolói sanul esni szkávele hátireben, szkávele haid éduszaj édusz. Azt mondja erre Rabbi Huda, smolyol nevében, miről beszélünk? Mikor mondjuk azt, hogy a kifejezetten célzott tanúvallomását azt nem fogadhatjuk el, akkor, ha látszik, hogy kifejezetten azért akar tanúvallomást tenni, mert ezzel a nőt fel akarja menteni a szalma özvegység alól. De hogyha nem erről van szó, hanem csak kifejezetten tanúvallomást akar tenni valakinek a haláláról, akkor azt el lehet hinni. Héhi Adinan, honnan tudjuk, hogy mi volt a célja a tanúvallomással? Ugye azt akarja itt a Talmud mondani, hogyha látszik azt, hogy nagyon erőlködik azon, hogy a nő nőt ezzel a tanúvallomással mentesítse a férje obligója alól, akkor az gyanús, és azért azt nem hiszük el. Na de honnan tudjuk, hogy ez így van? Amarev jöjszei, bolle bézni, van már isplaini, mész, hisziu, ez istaj, zeoniszkáven lehátir. Azt mondta, Rav Jöjszef, például, hogyha bejön a bíróságra, és azt mondja, XY meghalt, mentsétek fel a feleségét. Nos, ez az, amikor látszik, hogy a feleség obligó alól való mentesítése a célja. De hogyha csak bejön és azt mondja, Mésztám, Zehuniszkám, Leidusz, hogy csak annyit mond, valaki meghalt, XY meghalt, akkor az egy általános tanúvallomás, és azt el lehet fogadni tőle. Itt már Námi Amagy és Lakisla is Sannu, Elösniszkám, Lehátirával, Niszkám, Lehajda, Idusz, Leidusz, ugyanezt tanított a Smuel is, amelyre a Jéhanel, hogy Káhaja, Májszeba, Ősébe, Rebi, és Hitris, im Smoini, vagy Hamisa, Szkénim, amelyre a Lői Sanu, Elesni, Szkávele, Hátér, Szkávele, Hajde, Édusző, Észő, Lői Hajdú, Lech, Hamim. A Jéhan azt mondta, és Lakisnak, de hát hogy mondhat Ciet, amikor Ősia, Beribi vitatkozott erről 85 nagy rabbival, és Rabbi Ősia azt mondta, hogy ugye ebben a vitában, hogy csak akkor nem lehet elfogadni a tanúvallomást, hogyha kifejezetten látszik, hogy a nőt akarja felmenteni, de a rabbik végül is nem fogadták el ezt a mondását. Hogy mondhatod hát azt, hogy így van, amikor látjuk, hogy ez a 85 rabbi nem értett vele egyet, és nem fogadta el ezt a kitételt? Elam, azt niszintek tanibe, hogy ha majd mi szkáven édusz, Éhem is káhaszla. Erre azt kérdezi Rabbi Isla, és Lakis Rabbi Jéhantól. Tehát, hogyha erről beszélsz, akkor mit jelent az, hogy a pogány nem tervezett, vagy nem célzott tanúvallomását el lehet fogadni? Mit jelent a nem célzott tanúvallomás? Én ugye azt mondom, hogy azt jelenti, hogy tanúvallomást tesz, de nem mondja, hogy azért csinálja, hogy a nőt fölmentse. De szerinted, hogyha ez továbbra is célzott tanúvallomás, akkor mi a nem célzott tanúvallomás? Sziach lefi timoj. Azt mondta Rabbi Jéhanan, ahogy mi is magyaráztuk az elején, hogy az, amikor valaki egy beszélgetésben csak úgy mellékszálon említi valakinek a halálát, ki a húda, hávat, ha amár, azin, man ika bichavai, man ika bichavai, shivchavai, mint például, amikor valaki egy utazó azt mondja, na, hol van Hivainak a családja, hol van Hivai családja? Hát meghalt Hivai. Nem látszik, hogy nem tanúvallomást akar tenni, hanem csak így meséli azt, hogy Hivai meghalt. A Uda a kamerba azil, Vájléle farasa zrize de havibe pundusze de shiv. Történt egyszer egy pogányon, aki egyszer azt mesélte, hogy jaj, szegény tevehajcsár, az a fürge tevehajcsár, aki meghalt Pumbaditában. Ez egy olyan mellékszálon mondta, Ansebe Rav Jöjszef és Szimé Rav, illetve Szeju, és Rav Jöjszef, mások szerint Rave, kiházasította ez alapján a feleségét. A Húda Háve Kamerva azél Man Ikabé Hasza, Tava Hasza, volt egy másik hasonló történet, hogy egyszer egy pogány azt mondta, jaj, hol van Hasszának a családja? Hasza elsüllyedt, meghalt, megfulladt. Amarav Nachman Elekim, Ahl Kábrele Hasza, Midi Bure, Drám Nachman, amikor ezt meghallotta Rav Nachman, akkor fájdalmában azt mondta, jaj, Istenem, a halak megették haszát. Midi burré, de Rav Nachman az lenne visz jó, de hasz vénzebú. És Rav Nachmannak ebből a mondásából
vagy erre a mondására alapozva, Haszal felesége elment, és újra házasodott. Lai Amrula, Lai Midi, és a rabbik nem tiltakoztak ezen. Tehát mit látok abból, hogy ebből, hogy az alapján, hogy ezt a ilyen mellékszálon tett kijelentést mondta ez a fogány, ez alapján ki is lehetett házasítani valóban Haszának a feleségét. Amra vás is máj, min a hada, amura bonon, máim se én nem szép, istél szura, hanem mili lehet hila, vagy inna szív, laim af kinan leim idei. Azt mondta ennek kapcsára Vási, mit látok ebből? Azt a történet utolsó részéből, hogy amikor azt mondták a rabbik, hogy egy olyan vízben, tűnt el egy illető, aminek nem látom a végét, akkor a feleséget nem szabad kiházasítani, ez csak arra vonatkozik, hogy lehet hila a priori, nem szabad kiházasítani, de ha már megházasodott, akkor nem vonjuk vissza, vagy nem kötelezzük arra, hogy váljon el. Miért? Mert ugye itt is, itt látunk, hogy a nő megházasodott, pedig itt ugye arról volt, hogy az illető vízbe fulladt, nyilván olyan vízbe, aminek nem láttuk a végét, és mégis a rabbik nem tiltakoztak, és nem kötelezték a válásra. Ika de Amri Anszabelev Nachman, Ledviszéú, Amár Hossza Gávra Rabbi Iszi, Im Isze de Szalé, Kale Iszle Mirze. Mások szerint a történet úgy esett, hogy Rav Nachman konkrétan kiházasította Hossza feleségét. Miért? Mert ő azt mondta, hogy bár itt egy olyan vízről van szó, aminek nincs vége, és azért nem lenne lehet chilla a priori szabad a feleségnek ez alapján kiházasodnia, mivel Hossza egy híres ember, ezért, hogyha mégis előkerült volna, akkor annak híre ment volna, hogy ezt korábban ugye már tanultuk valaki, amelyik rabbi ezt kitételként mondta, lőj hi, lőj isna gávra rába, lőj isna lávrám gávra rába, de avád én lehet chilla lőj, de a Talmud megint csak elveti ezt, és azt mondja, nem, nincs különbség híres ember és nem híres ember között, csak a között van különbség, hogy a feleség már megházasodott-e ez alapján, vagy nem. Ha már megházasodott, akkor nem kötelezzük a válásra, ha még nem házasodott meg, akkor nem engedjük neki a házasságot. Idáig tartott a 121-es lap, hamarosan jelentkezünk a 122-es és egyben a Jevamot utolsó lapjával.